Irakban a magyar kontingens az őrzésvédelemben, valamint a helyi erő kiképzésében vesz részt. A harci cselekményekben nem vállalnak feladatot. És bár a háborús területektől 20 kilométerre volt a bázisuk, a levegőben érezhető volt a fegyveres konfliktus. Számolt be tapasztalatairól a tábori lelkész. Arról is szólt Alácsi Ervin János, hogy a szélben kavargó finom por is megnehezíti a katonák életét a nyári 50 fokos hőségben és a téli mínusz 10 fokos hidegben egyaránt. Azt is megtudhatták az érdeklődők, hogy a Közel-Keleten a katolikus és protestáns lelkészek féléves váltásban vállalnak missziót, amely során a szentségek kiszolgáltatása mellett lelki támaszt adnak a katonáknak, de tartanak számukra bibliaórát is. A magyar tábor védettebb helyzetéből adódóan rendkívüli szituációk nem alakultak ki, de ennek ellenére nem egyszerű a katonák élete a misszióban. Az itthoni feladatokhoz képest is egy monotónabb ritmusa alakul ki ott az életnek, tekintve, hogy igazából szabadidő, illetve hétvége ugye nincs, hanem az ember folyamatos szolgálatot lát el. Úgyhogy ez a fajta monotónia, ez a fajta folyamatossága ugye a szolgálatnak, a munkának az, ami esetleg komoly kihívásokat jelenthet, hiszen az ember beleszürkül a hétköznapokban. Úgyhogy nem annyira a különleges események, hanem inkább a monotónia az, ami kihívásokkal jár. Az őrnagy fényképeken keresztül mutatta meg, hogy mekkora pusztítást vitt végbe az iszlám állam a területen, lerombolva az üzleteket és a lakóházakat, ahonnan az ott élők más területen lakó rokonokhoz menekültek, vagy menekülttáborokba kényszerültek. A lelkész szólt a területen élő keresztények igen nehéz sorsáról is. A II. Világháború után több mint 4 millió keresztény élt Irakban, a 2003-as évben már körülbelül 1,5 millió keresztényről beszélhetünk, manapság pedig, hát pontos adataink nincsenek, de 300-400 000 keresztény él Irakban, folyamatos az elvándorlás, és természetesen atrocitásoknak, üldöztetésnek vannak kitéve. Helyzetükre megoldást az jelentene, ha a területen a nemzetközi erők garantálnák a közbiztonságot és iskolákat működtethetnének, ahol úgy, mint a háború előtt, a muszlim gyerekeket is tanítanák, hogy felnőtt korukban békésen élhessenek egymás mellett a keresztényekkel.